Na de a Ferencváros vezetőedzője és játékosai azt nyilatkozták, hogy ezzel a zsinórban hatodszor elhódított magyar bajnoki címmel, amit ugye a Fradi úgy nyert meg, hogy a legtovább versenyben maradó magyarországi csapat maradt, hiszen három erdélyi csapat mellett ők az egyetlenek a legjobb négy között az anyaországból. Átfűzi magát egy emberen, aztán utána Reis már nem tudott lőni, odaért Marva. Tehát nincsen Castaneanu. Miközben megszerzi a vezetést a sportklub, Rokai Szilárd következő lövését már nem tudta Arany Gergely megfogni. A második perc végén megszerzi a vezetést a sportklub Csíkszereda. Jönnek a játékvezetők, és nincs gól. Adminisztrációs gondok voltak. Vétlen volt a sportklub abban az ügyben, de minden esetre érdekes volt az is. Egy lövés, ez viszont már érvényes gól. Jevgeny Iszkácskov megszerzi a vezetést a Csíkszeredának. Végül kihasználja az ember előnyt a sportklub. 10 másodperc volt még hátra Kermeni Émi kiállításából. Laport próbált a kapura húzni, marad az ütőjén. Fél perc még, Laport vissza a kapu elé, ott a kipattanó! Nincs bent, hát ez hogy nem ment be? Kezdti le a kaputorkából és ki tudta hagyni! Viszont Galajda nem hagyja ki! Csak betuszkolta a Ferencváros az egyenlítő gólt. Galajda Zsombor bemutatkozik a playoffban ferencvárosi színekben. Hát már azt sem értettem itt, hogy Aku kezdti le, hogy hagyta ki a kapu torkából. Ott Adorján előtt történhetett valami, ha történt, de nem történt. Sofron keresi a helyet, Levin. Levin Sofron betette Ládainak. Ez is milyen érdekes ebben a szeredői emberelőnyös figurában. Ládai teszi a takarást a kapus elé centerben. A gólt viszont David Levin lövi. Kihasználja az újabb emberelőnyét a Csíkszereda. Éppen arról kezdtem volna beszélni, hogy milyen érdekes, hogy az egyébként back Ládai csinálja az emberelőnyben a takarást a kapus előtt, és ez bevált a Csíkszeredának. Egy kicsit vaktában középre tett passz volt, megszerezhették a ferencvárosiak. Brady, Tóth Adrián tette be a harmadba, Brady éleszögből, ott az egyenlítés! Galajda! Duplázik a fiatal támadó, aki az előző szezonban még a DVTK Jeges Medvék színeiben harcolt a Ferencváros ellen éppen a playoffban is, most pedig itt már két gólt lő a Csíkszereda ellen. Semmi más célja nincs a Ferencvárosnak, mint hogy valahogy ölje az időt itt ember hátrányban. Levin, szép cselek után, Sofronnak vissza, nagy passz, Péter, gól! Kihasználja az ember előnyét ismét a Csíkszereda, és vezet 3-2-re. 1 perc, 9 másodperccel a vége előtt. És akkor így most nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz hosszabbítás. 6-5 ellen próbálkozik a bravúrral a Ferencváros. Laport körben, Nagy Gergő a túloldalon. Ha elveszíti a Fradi, könnyen véget érhet a mérkőzés. Márpedig most a sportklubnál a korong. Laport még visszatámad. Rokai Szilárd kiemeli. És bemegy az üres kapuba. Eldől a mérkőzés. Rokai Szilárd zárja le a nyitott kérdéseket. 4-2 a sportklub Csíkszereda javára. Elvesztette a korongot a kapu mögött a Ferencváros. Rokai pedig remek mozdulattal a saját harmadának onnan a baloldali bedobó köréből kiemelte egyenesen be az üresen tátongó ferencvárosi kapuba. Azért az alapszakaszban a Ferencváros olyan teljesítmény nyújtott, ami után mindenki arra számított, hogy az ilyen párharcoknak főleg hazai égen esélyese lesz. A Csíkszereda viszont óriási bravúrt hajt végre azok után, hogy 7 lejátszott meccsel a háta mögött, amiből rengeteg hosszabbításos volt. 2 napja még mindent eldöntő meccset játszottak, onnan ide megérkezve a párharcba.
rögtön az első találkozón elveszik a Ferencváros pálya előnyét.